A 20 szövetség minden évben megtartja sajtótájékoztatóját, azonban a jelenlegi pandémiás helyzet nem tette lehetővé, hogy személyes jelenléttel tarthassák meg az eseményt, így online rendezték meg március 18-án. A 20 szövetség elnöke elmondta azt, hogy a húsvét közelettével valószínűleg emelkedni fognak a termékek árai a boltokban. Meg lehet nézni már most a húsvéti húskészítmények értékesítési áralakulását, ugyanis a legtöbb kiskereskedelmi lánc az már közzétette a következő hét akciós újságját, elmúlt héten 17 akciós újságját, tehát lehet látni, hogy milyen sávokban vannak a különböző húskészítmény árak. Én úgy látom, hogy egy 10-15%-os árnövekedés ment végbe a tavalyi időszakhoz képest ebben a kategóriában, és ahogy jeleztem is a prezentációban, a gyors érlelt, gyors pácolt, főtt készítmények, tehát ami ennek a kategóriának, a minőségi spektrumának az elején, az alján van, annak az ára olyan 1400-1500 forint körül indul. És hát innentől a darabolt paraszt sonkától a különböző speciális sonkákig az ár, azt kell mondjam, mint a csillagos égszinte, hiszen 3000 forintért épp úgy lehet kapni darabolt paraszt sonkát, mint 4-5-6000 forintért valamilyen speciális érdelés keretei között kialakított sonkát. A hétköznapokban, így a húsvét sem kivétel az alól, hogy a boltokban a hústermékek legtöbbje magyar származású legyen. A húsvéti füstölt áruk, és akkor ha ezt a kifejezést hagy használjam, amiben sok minden benne van, a füstölt csülöktől kezdve a különböző füstölt sonkákig, hát ezeknek a készítményeknek a jelentős része azért a polcokon magyar. Akkor, amikor a fogyasztó elmegy az üzletbe, vagy oda, ahová szokta ezeket a termékeket vásárolni, akkor soha ne felejtse el, hogy a hús bizalmi termék. Azt javasoljuk, hogy olyan gyártótól, olyan forgalmazótól vegye meg az ünnepi asztalra valót, amelyben eddig nincs aló. Nem érdemes néhány forint kedvezmény érdekében kockáztatni, és az ünnepi asztalon szembesülni azzal, ó, nem ismertem ezt a eladót, nem ismertem ezt a gyártót, vagy nincs is rajta gyártó, de olcsó volt, megvettem, és lámlám az ünnepi asztalon azzal szembesülök vele, hogy a minősége kívánnivalót hagymarult. Kétes eredetű terméket, olyat, aminek a címkéjén a gyártók nem tüntetik fel, ne vásároljuk. Ez a bizalmi termék szerepből is fakadó tanács, azt gondolom, megéri tudni azt, hogy kitől vettem meg, ki gyártotta nekem azt a terméket, amit az ünnepi asztalra teszek, és legyen az gyanús, hogyha valaki nem akarja közölni, hogy ő annak az adott terméknek az előállítója. Legyünk tisztában azzal, hogy a húsvéti füstölt áruk kategória az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon széles termék. És ne gondoljuk azt, hogy a 1500 forint körüli sávban kapható gyors érlelt, főtt sonka, az ugyanaz, mint a 2500-3000 forint, vagy akár e feletti értékű vagy áru hagyományos érlelt termék. Ezek egy nagy kategóriába tartoznak, de azért mégis érdemben mások. Ne gondoljuk azt, hogy az olcsó termék ugyanazt az élvezeti értéket fogja hozni, mint egy drágább. Nyilván a magyar élelmiszeripar szereplői törekednek arra, hogy a fogyasztók teljes spektrumát kiszolgálják, olcsóbb készítményeket is gyártanunk kell, hiszen vannak a ünnepi asztalra is, csak ezt engedhetik meg maguknak. A maga nemében az is jó minőségű, de ne gondoljuk, az ugyanaz, mint a drágább érlelt hagyományos termék. Vásárláskor mindig gondosan ellenőrizzük a termék minőség megőrzési idejét. Ez nagyon fontos, és ami számunkra legfontosabb a 20 szövetségnek és tagjai számára, hogy legális terméket vásároljon, olyat, amit a 20 szövetség tagjai gyártottak itt Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján a Magyarországon jelenlévő 10 legnagyobb kereskedelmi lánc üzleteiben visszaesett a hazai termékek aránya, azonban a legfontosabb élelmiszer kategóriákban mintegy 70%-os a magyar termékek aránya.
Ugye a NEB-nél az jelent meg, hogy 70% fölötti 70,53%-os a magyar áruk aránya a 10 kereskedelmi ráncpolcán. Na most, ami nagy különbség, és erre ugye nem tér ki a NEB-k közlemény, hogy a számokban nagy különbség, hogy a 2014-es kutatásban 13 termékcsoportot mértek, most ugye 16-ot. És ez a 70,53% a 16 termékcsoportnak az eredmény. Én azt mondom, hogy ez természetesen ez valid, ezzel lehet kalkulálni, de nem praktikus összehasonlítani a 6 évvel ezelőttivel, hiszen az csak a 13 termékcsoportból állt össze. Egyébként a 6 évvel ezelőtti az 78,21% volt, tehát 78,21. Úgyhogy én, miután elkezdtem ezen gondolkodni, én kivettem a 3 termékcsoportot, ami most új volt, és úgy az eredmény 72,22%, tehát gyakorlatilag rögtön 2%-ot, durván 2%-ot javult az eredmény. 4 magyar termék esetében javulás történt a statisztikák alapján. Pici javulás volt a tojásfronton, a 2014-es évhez képest, ami 92,46%, 2020-ra 93,37%, tehát egy 1%-os javulásról tudunk beszámolni. Viszont jóval jobban látható friss tej, ESL tej, UHT tej vonalon a 2014-es egyébként jó eredmény volt már az is, 90,58%-hoz képest 95,61%-ra mentek föl a magyar termékek arányai ezen a vonalon. Szerintem egy kifejezetten jó eredmény. 3 termék esetében rontott kicsit a számadatokon, de a jövőre nézve ezek kiemelkedő fontosságúak lesznek. A 2014-es eredmény, ami egyébként elég jó volt, 92,09%, ez a 92% fölment 97,18%-ra, úgy, hogy egyébként a magyar láncokpolcai 100%-os volt a méz vonal. És akkor engedjék meg, hogy külön beszéljek azokról arról a 3 termékcsoportról, amelyik újként jelent meg a kutatásokban. Itt az eredmények azért nem annyira jók, de azért érdemes ismertetni, mert ugye ez egy kiindulási pontként fog szolgálni a jövőre nézve, és lehet látni, hogy ez a 3 termékcsoport az össz teljesítményt gyakorlatilag rontotta. 2014-hez képest ez a 3 termékcsoport, hogy egyáltalán ez miért lehet, ez rontotta az eredményeket. Vaj tekintetében 50,76%, a hazai láncoknál 73% fölött, 41% fölött a nemzetközi láncoknál, és nagy különbség, száraz tészta esetében 64,53% az összteljesítmény, hazai láncoknál 84,4%, nemzetközieknél 56% fölött egy picivel. És volt az utolsó, amiről beszeretnék számolni önöknek, megybefőtt kukorica konzerv tekintetében 73,96%-os a magyar termék. A hazai láncoknál 87,8, még a külföldieknél 67,99%. A pandémia kezdetén a tavalyi év tavaszán felméréseket és kutatásokat végeztek, ami azt vizsgálta, hogy mi aggasztja leginkább a magyarokat. Általában egyébként, és még 2019 végén is az volt jelentő, hogy az egészség az, ami leginkább aggaszt minket, de például a növekvő élelmiszerárak is nagyon, nagyon előkelő helyen szerepeltek még tavaly előtt év végén.
Ami viszont érdekes, hogy amikor bejött a koronavírus, ugye az első hullám tavasszal, akkor bár az egészség továbbra is a második helyen volt, tehát azért a magyarok jelentős része aggódott saját, illetve környezet egészségért, mégis az első hullám során a gazdaság volt az, amire azt mondtuk, hogy a leginkább aggaszt, inkább a legnagyobb arányban a gazdaságot említették, hiszen nem lehetett tudni, hogy ez a járvány milyen hatással lesz a gazdaságra, úgy a lezárások függvényében. Hát egyébként most az utolsó negyed évre, akkor is ugye megkérdeztük ugyanezt, ismét csak változott egy kicsit, most már inkább megint csak előtérbe került az egészség, megint inkább ezért aggódunk, bár azért, ha megnézzük, a gazdaság továbbra is előkelő helyen van, és kéz a kézben aggasztja őket, hogy hogyan is alakul az egészségünk, illetve az, hogy a járvány hogyan hat a gazdaságra. A jelenleg is tartó harmadik hullámnál a hússal foglalkozó cégek közül nem tudnak olyat, akinek teljesen be kellett zárnia, mert nem volt bevétele, vagy mert sok volt a fertőzöttek száma a cégnél. Olyan előfordult, hogy az irodistákat leküldték a gyártósorra, mivel az ott dolgozók közül magas számban fertőződtek meg.